Sziasztok, fiúk, lányok, én Bosnyák Máté vagyok, és a mai videóban arról fogunk beszélni, hogy miért ne legyél szálkás. Na de még mielőtt belevágnánk, sajnos észrevettem, hogy nagy részetek nincs feliratkozva, úgyhogy ha tetszenek a tartalmak, tetszenek a videók, amiket gyártok, akkor kérlek dobjatok meg egy lájkkal és egy feliratkozással. Kezdjük azzal, hogyha te jelenleg túlsúlyos vagy, akkor abszolút helytálló a szálkásítás, viszont ha 60 kilós vagy és félsz tömegelni azért, mert oda lesz a kocka hasad, akkor ez a videó pontosan, hogy neked szól. És akkor nézzük is. Remélem azért abban egyetértünk, hogyha izmot szeretnél magadra pakolni, akkor erősödned kell a teremben. Na most, hogyha ezt szálkáson vagy azt fenntartva szeretnéd kivitelezni, akkor sajnos van egy rossz hírem. Ha naturálban komoly mennyiségű erőt és izmot szeretnél felpakolni magadra, ahhoz kalória többlet kell. De Máté, én kalóriadeficitben edzettem az első évemben, és 10 kilót rápakoltam a guggolásomra. Az a nagy helyzet, hogy kezdőként egy értelmes program kalóriatöblettel karöltve, ez pár hét alatt eléri. Szóval, ha nem bohózkodni és időt pocsékolni szeretnél, akkor óva intenek attól, hogy száraz próbálj maradni. Ez a szimpla változtatás, hogy növeled a bevitt kalóriák mennyiségét, hatalmas változást fog eredményezni, ezerszer jobb lesz a regenerációd, ennek is köszönhetően sokkal gyorsabban fogsz erősödni, és ez nyilvánvalóan az extra kiló izmokat is hozza majd maga után. A kockahas elvesztésétől való félelem rengeteg kiló izomtól és rengeteg erőtől foszhat meg, ha nem győződ le. És ha már az erőnél tartunk, szárazon sokkal, de sokkal gyengébb leszel, mint pár testi százalékkal feljebb. Köszönhető ez a kevesebb bevitt energiának, ami rosszabb regenerációhoz is vezet, és nem mellesleg szimpla fizika, mass moves mass, tömeg mozgat tömeget. Ezen az ábrán annak a kutatásnak az eredményét látjátok, melyben összemérték olimpikonok szakításait különböző súlycsoportok között az 1988-tól 2018-ig terjedő periódusban. Bal oldalon láthatjátok a megmozgatott súlyt kilogramban, alul pedig az olimpikonok testsúlyát szintén kilogramban. Nem kell mérnöknek lenni ahhoz, hogy ebben az esetben a nagyobb testsúly nagyobb megmozgatott súlyhoz vezetett. Nyilván ez nem az egy az egyhez egyenesen arányos, de én még nem találkoztam olyan emberrel, aki felpakolt volna magára komolyabb mennyiségű tömeget, és gyengébb lett volna. A fekvenyomás példának okáért egy tipikus olyan gyakorlat, hogy amikor tömegelsz, akkor szépen növekszik a fekvenyomásod is, viszont amikor szálkásításra kerül a sor, akkor ez lesz az első, amin gyengülni fogsz. A következő érvemet a szálkásság ellen sokan elfelejtik, talán azért is, mert a legtöbb influencer exkluzívan félmeztelen képeket posztol, ami nem más, hogy ruhákban kicsinek tűz. Pár éve leszálkásítottam, és igyekeztem ezt az állapotot fenntartani. Ebben az időszakban 71 és 74 kiló környékén mozogtam, és akkor erre mondhatjátok azt, hogy na de Máté, tök jól nézték ki ezeket a képeken. Viszont amikor felvettem egy pólót, finoman szólva is eltűnt a varázs. És akkor egy pulóverről nem is beszélek, senki meg nem mondta volna, hogy én 4-5 éve edzek. És a való világban, nem Instagramon, sokkal többet vagy ruhában, mint anélkül. És nem mellesleg sokkal több dicséretet kapok munkatársaktól, például sosem kérdés tárgya az, hogy edzem, ellenben amikor nagyon száraz voltam, akkor senki meg nem mondta volna, hogy én konditerembe járok. Viszont konditerembe jártam, ellenben barátokkal elmenni enni egy út, na azt már sokkal kevésbé, hiszen hogyha ezt a szárazságot sok ideig felen akarod tartani, akkor iszonyat mód oda kell figyelni az étrendedre, sok esetben már betegesen is. Emlékszem, hogy amit nem tudtam lemérni, azt inkább meg se ettem, vagy próbáltam elkelőrni, de hogyha mégis meg kellett ennem, akkor biztosra mentem, hogy több kalóriát írjak be a kis kajanaplomba, mint ami volt. Biztos, ami biztos. Nem volt olyan nap, hogy nem éregettem volna, és nem számoltam volna minden egyes ételt, amit eszek, szószokat, minden beleértve. Ez se nem egészséges, se nem hosszú távon fenntartható. És egy bizonyos pont után, egy bizonyos szálkásság után már olyan alacsonyra kell vinni a kalóriáidat, hogy a szabályos önsanyargatás. És akkor itt van pár mellékhatás, ami akkor keletkezik, hogyha túlságosan és szálkás vagy. Folyamatos éjség, nulla libidó, állandó fáradtság, gyakran lebetegedsz, alacsony tesztoszteron szint. Nyilván ezek olyan extrém körülmények között jelentkeznek, ameddig a legtöbb ember nem képes eljutni, de ennek ellenére sokan szenvednek hasonló tünetekkel, csak azért, mert beléjük rögzült a közösségi a média hatására, hogyha nincsenek erek a kockahasadon, akkor te már pedig dagat vagy.
Ennek sajnos egy nagyon extrém példája egy Scott Murray nevezetű ír youtuber srác, aki egészen a végletekig menve próbálta fenntartani a rendkívül száraz fizikumát. Alvás helyett inkább elment még sétálni, hogy extra kalóriákat égessen, és sajnos nemrég a konyhájában egy szívroham érte, és elhunyt. Egy szó mint száz, hogyha komolyabb izomtömeget és erőt szeretnétek építeni, akkor már pedig enni kell. Utána le lehet szálkásítani, de ezt a szálkás száraz állapotot ne próbáljátok meg fenntartani. Na de ennyi ez volna mára, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, hasznosnak találtátok, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!